középen Vajda Attila, fekete karszallaggal, Kolonis Gyuri emlékére a jobb karján, a hatos hajóban. Most még David Kál az uralkodó. Egyes pályán Bruna, kettesen Dittmer, hármason Hall, négyesen Menkov, ötösön Vajda, hatoson Kál, hetesen Gubé, nyolcason Mirončić, kilencesen Csukovszki. Elindultak. Vajda Attila Athénban a mezőnyből versenyzett. Nagyon fiatal volt, nem figyeltek rá, a szélső pályán ment. 750 méternél még csak az ötödik helyen volt, onnan húzta fel magát a dobogóra. Most nem akar menni a mezőnyben, nem akar megbújni a többiek között. Már kijelentette rég, megtanult az érről versenyezni, és ő akarja nyomás alatt tartani a többieket. David Kál borzasztó rosszul rajtolt, ami nála azért nem mindegy, mert ő is inkább élmenő, nem hajrás. Lehet, hogy ezzel a rossz rajtal a saját taktikáját fel kell rúgnia, de hát van akkora klasszis, hogy így is építkezni tud majd. Egyelőre együtt. Dittmer is szépen komótosan hátulról, ő nála ez. Kállal ellentétben egyáltalán nem meglepetés. Dittmer nagyon nagy hajrás. Egyelőre Mirončić húzza nagyon a román, amit arról szó volt, ő a kamikáze taktika híve, és Vladim Menkov, a 21 éves üzbég is, nagyon jól megy. Vajda Attila egyelőre nem volt az L4-ben, de hát ez még az eleje. Nagyon-nagyon nehéz lesz Attilának, hogyha az érről nem tud menni, akkor valamikor ott kell hagyni a többieket, nyugodtan kell építkeznie. Nem szabad kapkodnia, és nem szabad, hogy agyon nyomja a teher. Iszonyatosan nehéz ez, nem csak fizikailag. Azt mondják a kenusok, aki 700 méter után még tudja, hogy hogy fog véget érni számára a verseny, hogy hogy lesz képes végigbírni, az nem jól megy. Akkor jó a versenyző, akkor csinál jó versenyt, ha már fogalma sincs, hogy hogy fogja bírni. Hát Menkov alaposan meglepi a mezőnyt, de jó ég, és most már Kál is nagyon húzza. Menkov elment több mint egy hajóval, és az olimpiai bajnok próbálja vele tartani a lépést. Jön Vajda Attila is, természetesen nem fogja föladni Attila. Vajon, lelkileg nyomasztja-e, hogyha látja, hogy a többiek előtte vannak? Mert az utóbbi időben a versenyein inkább ő ment így a többiek előtt, ahogy most Menkov. Itt már teljesen lemaradva. De Attila most elindítja. Tessék nézni, mennyivel gyorsabban kezd el húzni. Megy Kállal fej mellett. Fogadást mernék tenni rá, hogy Menkovot utol fogják érni. Nem létezik, hogy ez az üzbék srác így bírja végig. De nem akarok semmit elkiabálni. Most már, amikor 750 méterhez közelednek, akkor Attila már ott van Menkov nyakán, de bírnia kell Kállal is a versenyzést. Attila, a lélek, nem csak a test. Ott kell nagyon erősnek lenni, fejben végigbírni, de nagyon-nagyon bírja Attila, mindig is bírta. David Kál húzza, szinte hajszárra együtt Vajda Attilával, de még mindig Menkov vezet. Lehet-e 1000 méteren kenuban, a leggyilkosabb számban a kajakkenu sportágban ilyen versenyzéssel olimpiát nyerni? Vajda Attila utoléri Menkovot, utoléri és lehagyja, és most már 250 méterrel a cél előtt ő van elől. Ordítanak a magyarok a tribünön. Gyerünk Attila, gyerünk, tudom, itt már a túlélésért küzd a kenus, nem azért, mert a magasztos cél ott lebeg a szeme előtt, de akkor is bírni kell. Évek munkája van benne, a lélek erősítő, az izom fárasztó, percek, pillanatok, órák, és borzasztóan nyomják a többiek is. Bírja-e Attila ezt a nyomást? Nem kell néznie, nem szabad néznie se jobbra, se balra. Mennie kell ennek a magyar srácnak ott középen, a szegedinek. Mennie kell, és Kállal eljönnek a többiektől. Ez most már egy párbaj, egy kiki mérkőzés, egy igazi pisztolypárbaj, mint a western filmeken. És Attila még bírja, és Attila még tudja fokozni, és eljön Vajda Attila. Most együtt dobban a szíve mindenkinek, aki magyar zászlót lenget a tribünön, mert itt lesz az első, megvan az első olimpiai bajnok, Vajda Attila! Megvan! A lélek, az izmok, az ember, Vajda Attila Magyarország, gyertek! Gyertek, öleljetek meg! Hát emberek, megvan az aranyos délelőtt, nagyon magasan süt a nap. Nagyon magasan a napunk.
Hát én is elfáradtam, de hát ez semmi. Ez hihetetlen. Thomas Hall ott jött föl a végén, és bejött a harmadik helyre. Na, köszönjük szépen! Most megjön, előszakad a győzelmi ordítás! Egy perc fáradt lihegés, és amikor elmúlnak a tüzes karikák a szem elől, és Kolonis Gyurinak is nyerte, egészen biztos. Ez fantasztikus.